Jól ismert lakodalmi és népzenei dallamok töltötték be a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házat csütörtökön este. A Szent István Népzenei Műhely előadás sorozatában a szervezők igyekeztek olyan programokkal készülni az érdeklődőknek, amelyek fontos kulturális hagyományokat elevenítenek fel. Olyan témákat választottunk, amely megjelenik nem csak a tudományban, nem csak szövegekről, jelentésekről van szó, hanem megjelenik az élő zene használatban is, népzenében, vagy éppen a klasszikus zenében, közköltészetben, népköltészetben, vagy éppen a műköltészetben. A programsorozat utolsó koncertjén a madár és világszimbólumok kaptak kiemelkedő szerepet. A haja-haja virágom esten Csörsz Rumen István örvendeztette meg énekeivel a közönséget. Régi zene és népzene nyújt egymásnak kezet. Egy 55 éve megjelent antológia, Haja-haja virágom című antológia kapcsán ez a címadója is az estnek, amelyben Szabó T. Attila, nagyon jeles erdélyi tudós, irodalmár, nyelvész arra vállalkozott, hogy egyazon kötetben közöljön történeti szövegeket 16., 17., 18., sőt 19. századi kéziratokból, nyomtatványokból való szövegeket, illetve ugyanilyen témájú, tehát tematikus összefüggésben népköltési szövegeket. Az est folyamán a nézők megismerkedhettek több barokk és reneszánszkori hangszerrel is.